Ebben a Győr Adaméri utcában mutogatta magát egy férfi. Egy Facebook bejegyzés szerint autójával megállt egy babakocsit tologató anyuka mellett, mintha útbaigazítást kérne. Letekerte az ablakot, ekkor látta meg a nő, hogy a fekete Porsche Cayenne-ben ülő férfi magához nyúl, miközben vele beszél. Az ember belegondolhat, hogy szégyengyalázott ez. Nem tudja, máson kitombulni magát, itt akarja kifiasztalságú, vagy mivel? Hát a borzalmas, hát ilyen, hogy megtörténik. Hát ez tényleg fölfoghatatlan, még városban ott többen van, de a falura még nem szokott kijönni, hát még nem hallottam. Az eset nem messze az iskolától történt. Úgy tudjuk, az intézményben már felhívták a diákok figyelmét arra, hogy legyenek a szokottnál is óvatosabbak. A helyiek szerint a férfi nem csak ebben az utcában viselkedett személyrem sértő módon. Álltak, kiment azon a felé a szót. Mentek ki a horgászok, azok állítólag látták. Mikor maga hanyult. A babakocsis anyuka feljelentést tett a rendőrségen. Annak a férfinak az ügye pedig már az ügyészségen van, aki egy év leforgása alatt kétszer is ugyanazzal a nővel szemérmetlenkedett. A vádlottnak ugyanis felkeltette az érdeklődését a 23 éves kerékpározó fiatal sértett, és őt autójával követni kezdte, majd meg is szólította. A megszólítást megelőzően azonban mindkét esetben elővette a merev állapotban lévő nemi szervét, és ajánlatokat fogalmazott meg a hölgy felé. A hölgy a sértett mindkét szituációból elmenekült, és nem fogadta el a vádlott ajánlatait. Az ügyészség az elkövetőt két rendbeli személyrem sértés vétségével vádolja.